izgulsz? Nem, csak játszani fogunk. Az a címe a műsornak, hogy társas játék. Igen. Állítólag nem videós podcast, de mi ennek hívjuk, valami más a műfaja, de a lényeg az, hogy nagyon szeretem csinálni, mert eddig még mindig nagyokat játszottunk. Nem, meg nagyon... te nyertél. Mi? Nem, nem, soha nem nyertem még. Egyébként is ez egy különleges játék, mert hogy az a szabály, hogy mindig más. Tehát, hogy egyszer csak elkezdjük játszani, és akkor majd valahogy végéhez érünk. Az a célunk, hogy eljussunk a varázs nagymamához. Egyébként ez egy turné útvonala. Igen. Most egy csapatban fogunk igen, játszani, és döntsd el, kérlek, hogy melyik bábúval szeretnél lenni. Tintanyúlal, vagy ezzel a kis én azon az afrikai kis egérrel? Oké. Okay. Hát ez pedig a dobókocka. Igen, és dobják is mindent igen. Egyet. Ja. Minden vendégünknek szerencséje van, és hatossal kezd. Hát? Majd mutatom, hogy én mivel szoktam kezdeni, akkor így erre el tudsz indulni. Igen. Egy, kettő, három, négy, öt. A fehér vonal. Nem, a lufik is nyugodtan. De a lufa is számít akkor. Egy, de itt van, itt parkoló. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Igen. Ilyenkor húzunk egy kártyát. Igen. Ja, és van egy extra, ez a tiéd, ez a piros lap. Igen. Nem azért, hogy kiállítsál, hanem hogyha bármelyik pontján a beszélgetésnek úgy érzed, hogy szeretnél te valamit kérdezni, akkor ezt bedobod, és mondod, hogy na most én jövök, de nem muszáj. Á, hát akkor kezdjük a játékot. És akkor ezt most egyből én nézem meg, hogy mit rejt ez a kis világos kék. Majd én nem. Ja, hát, igen. Dalt? Írni. Én nem tudok írni szépen, ezért most dalt írni. Most írjak egy dalt? Miért megy? Mert tudom, hogy megy. Nem, az jutott eszembe, hogy van olyan, amiről te nem írtál még dalt? Az összes gyerekem a lemezeiden nőtt fel, imádjuk, kívülről fújjuk az összeset, vagyis lehet, hogy most megkopott a tudásom, de hogy nem tudom én, tehát most csak úgy vegyünk egy példát. Ez például, hogy Mérleg hinta, vagy Libikóka. Hát nem, arról biztos, hogy nem írtam. Tényleg? Nem. Mi viszont biztos. Igen, nekünk van egy Libikóka dalunk. Na jó, akkor ez oké. Tehát ez megvan, nyertünk, mert valamelyikünknek van, nem? Ja. Tessék, boci. Hát... dalt, tudok róla egy dalt, természetesen, egy nagyon eredeti szerzemény. De hogy nincs bocisdal? Nincs bocisdal. Hát akkor, nem, akkor írjunk egy bocisdalt. Jó. Most? Most. Boci vagy tehén legyen, azt döntsük el. Aha. Hivatalosabb a tehén. Hát a tehén, igen. Majd legyen ez a téma, nem? Hogy igen, hogy a boci vagy tehénnek a gyereke, boci. Gyorsan, jel ide. Jó, én megvettem. Mehetünk tovább, nézzük. Húzz egyet, hát ha neked szerencséd van. Lássuk. Vonat. Vonatot arról írtam. Vonatról Sorompónál pirosak a lámpák, állnak a kocsik és a vonatot. Na, hát én itt most mit tehetek? Járok a járok a járdán, megfigyelnek. Az már a vége. Minden utasnak integetek. Na még egyet, mi az? Tányér. Hát van egy olyan, na ezt most nem tudnám elénekelni, de biztos, hogy szerepel benne. A Tóth Krisztinával csináltunk egy Dalok reggeltől estig című lemezt, amiben az étkezésről is van egy dal, és abban szerepel, hogy kell megteríteni az asztalt. Tehát a tányér egészen biztosan benne van, de ezt nem tudom elérni. Jó, én elfogadom. A legkedvesebb lemezünk az a biciklis lemez. Mm-hmm. És egyszerűen akárhányszor hallgatom, mindig azt érzem, hogy tele van olyan apró finomsággal, mindig tartogat valami olyat, pedig látszólag, vagy első főre olyan kis egyszerű dalocskák, de nem. Hogyan születnek ezek a dalok? A biciklizős daloknak volt egy apropója, ugye, maga a biciklizős dal. Hát az tényleg nagyon egyszerű, mert körülbelül egy hasonló kényszerhelyzetben voltam, mint amikor most írjunk egy dalt. Ugye a kislányom, aki akkor volt, most 22 éves, akkor volt 2, vagy talán 3, most egész pontosan nem tudom megmondani, de 2 volt inkább még csak, amikor elkezdtünk együtt biciklizni, volt nekem egy jó biciklim, arra tettem egy gyerekülést, de nem olyat, ami hátul van a csomagtartó, hanem olyat, ami elől van a rúdon. Ez egy nagyszerű találmány, mert ugye egyrészt a gyerek itt van a kezem között, ő is fogja a kormány, de nem rángatja, mert... és akármert, amit látunk, azt együtt látjuk, és közben tudunk beszélgetni. Ja, és akkor így mentünk, de lehet, hogy akkor már 3 éves volt, és egyszer, ahogy így mentünk, azt mondta, hogy papa, énekelj!
szó szerint ez hangzott el. Én meg azt mondtam, hogy jó. Bicikli, bicikli, de gurul a bicikli, 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 de forog a bicikli. Ugye, és azóta már nem tudom, hány generáció nőtt fel ezen. És akkor ezt úgy énekelgettük, mentünk gyorsan, mentünk lassan, stb. Aztán otthon én még ugye hozzátoldottam ezt-azt, és akkor elkezdődött ez, hogy valamit láttunk, és akkor mindjárt járt az elő, na erről szedre tettünk, pontosan tudom, hogy hol, sorompó, piros lámpa, azt is tudom, hogy hol, ugye ez mind a Balaton felvidéken zajlott, és traktor, vagy a pörög, a forog a szoknya, hát ugye az is ugye mindig pörgős szoknya, már akkor 4 éves volt, mindig pörgős szoknyába járt mindenhova, és akkor leszálltunk, akkor pörgött, forgott. Szóval ezeknek egy jelentős része valós szituáció. Persze a dalokat nem mindig ott helyben írtam, hanem hazamentem, és akkor egyszer volt egy 3 hét szabadságom, és akkor összeraktam az egészet, és vagy a fehér kalap, vagy szóval ezek mind ilyen valós helyzetek, vagy többségében. De ez érezhető a dalokon, és szerintem talán ezért szeretik annyian, vagy ezért szeretem én most másokon. Ugye az erdei pocsolya az meg ugye kimondottan egy valós, mert volt egy nagy. Na, az például nekünk ilyen varázsdalunk, mert a Tamara, a legkisebb gyerekünk, amikor született, akkor is énekelgettem neki, és akkor én úgy énekeltem, hogy Sárközi Tamara, csupa sárdagonya, és így tettem tisztába. Ja, úgyhogy nekem is kapcsolódik hozzá a történetem. Most, hogy már nagypapa vagy, bár nem tudom pontosan, hogy az unokáid mekkorák. Hát van, Ábis fiamnál van egy 2 éves, nemrég volt 2 éves kislány, Mirka, és Orsi lányunknak 3 fia van. Németországban él, és hát ott van egy nagyobb fia, 3,5 körül, és aztán ikrek jöttek, 2 fiú szintén, ők még kisebbek. De akkor újra lehet élni ezeket a helyzeteket, nem? Hát igen, már készülök. Hát ugye járok persze unokázni, de még biciklizni nem bicikliztünk. Ez jövőre marad. Hát jó, de akkor lehet majd másmilyen dalokat írni. Hát dalokat persze bármikor lehet írni, tulajdonképpen az ember lát valamit, vagy rálép egy mesztelen csigára, és... És már kész is a dal. Igen, erről is van egy dal. Dobok én most, jó? Ez egy 2-es. Ez nem jó hatással vagy rá, mert 1-es szoktam dobni általában, most 2-es. 1, 2, megint igen. Te jössz. De miért veled akkor? Ja, mert hogy hát nem léptem bónuszra, semmi. Igen. 2-es. Utánozlak. De csak azért, mert a bónusz az 2-re. Jó, hát akkor egy újabb játék. Ez az? Ez. Igen, ja, nem volt. Igen. Kártyavár. Igen. Mikor építettél utoljára kártyavára? Hát amikor a fiam kicsi volt, akkor biztos, hogy építettünk. Most nem tudnám megmondani, de hát azért van 1-2 évtizede biztosan. Akkor most építünk, megpróbálunk együtt építeni? Igen. Nekem a nagypapámmal építettünk mindig kártyavárat, és hát én kb. Azóta nem építettem. Nem tudom, mert... Vagy lehet, hogy így laposabban kéne? Nem, jó így? Volt az jó. Úgy, ezt úgy kéne összerakni. Igen, hát hogy ezek nem alkalmasak, ezek a kártyák. De ezek lehet, a mai hogy... kártyák már nem olyanok, mint a régi. Várjál. Na most okay, megállt, okay. És csak az én eszembe döntsem, mert akkor most jön ez így. És aztán utána úgy, ugye? Tessék, akkor így, nem így. Előbb úgy. Én szerintem csak így van rá. Nem így? Nem, az nincsen szerintem. Legalábbis nálunk nem volt szokásban. Neked meg kéne állni. Na, várjál. Oké. Okay. De tehetünk úgy is végül is. Egy emelet már megvan. És akkor most kéne... Ez lesz nehéz, mert... Na, és nézd. Úristen, de jó. Várjál. Most akkor megpróbálok én. Ah! Hát, tudod, hogy dőlt össze? Nem. Mint egy kártyavár. Hát... Pont úgy. Jó. Valahogy úgy képzelem, hogy... Jó bejáratott kártyákkal lehet kártyavárat építeni, hát amik már jól összesírosodtak, meg mit tudom én, nem ilyen új kártyák, hanem már játszanak évek óta, otthon reméznek meg kanasztáznak. Hát ezért volt jó a nagypapa kártyája. Hát valahogy úgy képzelem, hogy nagyon-nagyon fontos az életedben a család. Tudom, hogy közel is laktok egymással a testvéreddel is, sőt,
mikor gyerek voltál, akkor is együtt lakott a rokonság, nem? Vagy... Hát van egy ház Budán, amit valamelyik felmenünk épített, nem is egyenes ági, de rokon, és aztán a háború alatt kerültek oda szüleim, az egyik Dobozról, a másik Miskolcról, és ott találkoztak, és ott akkor volt egy üresedés, valakik ugye akkori szóhasználatára diszidáltak, ugye, szintén rokon, csupa rokon lakott. És akkor jutott nekik ott egy lakás, és aztán ahogy betették a lábukat, ugye jöttek a gyerekek, akkor később meg ugye még mindenféle rokonok érte. De egyébként érdekes történet, biztos egy mellékszálakat kibontva a regény téma, bár minden ember élet egy kész regény, de ugye oda költözött az egyik nagybátyám, aki a katolikus gimnáziumban volt paptanár, és amikor megszüntették a gimnáziumot, ugye akkor menesztették, és akkor nem volt hova mennie. Akkor a másik ági nagybátyám, aki katonatiszt volt, és 10 évet lehúzott a Szovjetunióban, és amikor 50-ben azért, akkor nem volt hol laknia, és akkor na, itt van egy sufni, na, itt van egy kis, és akkor az mint egy ilyen mékas így kiépült egyre jobban. És aztán... neked megvannak az emlékeid ezekről az időkről? Tehát... Meg, igen. Hát, de hogy csak érdekeltetek egymás mellett, vagy volt igazi összetartó élet? Persze, hát ugye, a dolgok egy jelentős mozgatórugója a családi bridge party volt. Na. Ugye, mert nálunk mindenki bridge-ezett, ugye akkor még én is, tehát volt egy két asztalnál, és ez nagy. Aztán az, hogy ugye ott lakott 3 lánytestvér, nagymamám, a nagymamám testvére, és nagyon két testvére, és ők különböző szinten laktak, de összejártak, és akkor mindig együtt kávéztak, este együtt kártyáztak, tehát ez nagyon, nagyon, nagyon működtette az egész családi életet. És akkor ott voltatok ti, a gyerekek? És akkor ott voltunk mi, a gyerekek. Aztán, amikor megnőttünk, akkor ugye Daninak is jutott ott egy lakás, ott ugye nyilván voltak üresedések, hát és én ugyan elköltöztem, de aztán sikerült a szomszédban induló társasházba benevezni, és akkor ott lett egy lakásom, és amikor aztán a szabályok megengedték az idő változásával, akkor mivel a telek elég nagy volt, a telek aljába építhettem egy különálló házat. Tehát visszakerültem a telekre, de most azon a telken két ház áll, és ott lakik, hát még számos családtag. Legendásan jó testvérek vagytok, kis, vagy nem? Hát, nehogy, csak dehogy úgy nézni, nehogy megcáfoltak. Hát tulajdonképpen ez nem igaz. Hát ugye mennyire legendás, vagy hát, nem legendás, nem tudom. Nyilván neked nem, nekünk kívülállóknak igen. Annyiból mindenképpen, hogy ugye amikor megalakult a zenekar, akkor az úgy volt, hogy testvérem meg Mikó Pista, ugye mindegy iskolába jártunk természetesen, találkoztak, beültek sörözni, és akkor gyorsan megbeszélték, hogy alakítanak egy zenekart, mert már Mikó Pistának már volt vagy 5 szerzeménye, mert rengeteg heged is volt egyébként, Pista, mi játszottunk egy zeneakadémián is, felléptünk, van is egy róla, egy fénykép, egy csellózok, hegedül. És nagyon kiderült, hogy nagyon invenciózus dal szerző, és ő találta ki, hogy hát verseket kéne énekelni, azok már úgyis jó a szövege, megvannak, stb. És akkor hát akkor alkotjunk egy zenekart, hogy Dani hazajött, és szólt, hogy öcsi, holnap próbálunk, alakítottunk egy zenekart, te leszel a csellista. Nem jó. Jó, de és akkor speciál pont tudtál csellózni. Hát ugye erre épült, ugye én voltam sokáig a basszus hangszere a zenekarban. És akkor így kezdődött, hogy együtt zenéltünk. Emlékszel az első dalokra?
Persze, hogy emlékszem. Ami már megvolt, ami Pistának megvolt, hogy megy a juhász, azt a Máromföldig ér alá, van nagy az egény, de nagyobb a boldogtalansága, a babája, a babája, a babája. Ez volt az egyik, amit tudtunk akkor, a Csikóbörös kulacs Csokonaitól, az is volt egy dal. És amit elsőnek írtunk közösen, ott a próbán az Egri leány volt Arany Jánostól. Egri leány ablakára rászállott egy kis madárka. Ezeket mostanában nem játszuk. De van, amit például Radnóti Miklós Éjszaka, ami Pistának egy nagyon korai dala volt, egy-két éve volt a zenekar, amikor írta, az most is abszolút vállalható és élő muzsika. Úgyhogy ezt játszom. Ez egy nagy korszak volt, akkor a versek az nagyon közkedvelt téma volt megzenésítésre. Hát akkoriban nagyjából lett ez így. Hát nagyjából mi kezdtük, igen. Meg ugye Sebő Feriék. Ugye ők Feri kezdte a maga vonalát, mi megkezdtük a miénket, és aztán lett ennek számtalan. De valószínűleg valahogy a levegőben volt, tehát azért sokan énekeltek verseket. És most újra megint. Most gondolod, hogy felfutóban van? Hát, szerintem igen, csak slam poetrynek hívják, kicsit más a műfaj. De hát szerintem igen. Igen, hát vannak azóta is olyan zenekarok, amik Mistral, vagy nem tudom, és hát Ferenczi Gyuriék is. Uh-huh. Ugye volt egy hangzó Helikon sorozat, amikor sok embernek lett lehet, hát ugye a Szélkiáltó együttes is volt, ezek voltak ugye a régiek. Sok embernek lett lehetősége arra, hogy egy-egy költővel foglalkozzon, és ezek megjelenjenek lemezen, ezek a dalok. Most lesz éppen egy fesztivál, de azt nem mondjam, hogy most lesz, mert nem tudom, hogy ez mikor kerül adásba. Hát Mosthoz képest most. Hangzó Helikon Fesztivál, ahol több zenekar is fellép, és hát nagyjából ezeket a dolgokat fogják játszani. Szóval a megzenésített vers az azért. Hát Feriék, aztán persze elmentek a népzene irányába, és aztán próbáltak a kettőt úgy összekapcsolni, hogy nagyon sok olyan dalt írtak, ami népzenei. Tehát és nem mit, ami nem írnánk, mert amikor olyan szöveg van, akkor persze az ember belekeveri a népzenét természetesen. De akkor még ugye a kezdeti időben, ugye Ferinek voltak gyönyörű szép József Attila megzenésítései, amiket azóta is énekelünk, de akkor még együtt jártunk ugye a Műegyetemre, mert volt egy zenekar, amelyikben együtt játszott Sebő Ferenc, Halmos Béla, Grillus Ilmos és Grillus Dániel. Melyik volt ez? Még egyszer, tehát? Sebő Feri, Halmos Béla, Dani, Grillus Dani, meg én. Fú, nem tudom. Apukám biztos tudná. Műegyetemi szimfonikus zenekar. Halmos Béla volt a Brácsa szólamvezető, én a csellóban játszottam elő, Sebő Feri a hátam mögött csellózott, mert sok mindenhez érted, de csellózni talán nem. És Dani volt a klarinét. Hát akkor ezt vegyük ki, ezt a piros lapot, ez nem olyan jó ötlet. Dobjunk egyet. Jó, én dobok? Aha. De te mikor? Ja, nem tartasz semmit, de itt tartottam. Látod? Ne vagyok maradva. 1, 2, 3, 4 bónusz. Na, tessék. Mindjárt játszunk, csak még azt szeretném megkérdezni előtte, hogy mikor kanyarodtatok a gyerek közönség felé? Volt jó néhány olyan dalunk, ami úgymond gyerek versre íródott, de mi ezt nem gyerekeknek szántuk, hanem a saját infantilis kortársainknak, ugye a Tengerecki Pál, uh-huh. A Bőröndödön, uh-huh. Volt még jó néhány, ugye Vörös Sándornak is volt, meg Tamkós Irató Károlynak is olyan verse, bár Vörös Sándor ugye azt mondja, hogy soha életében nem írt gyerekverset, de hát ugye a szerkesztők azt mondták, hogy de, hogy nem, hát itt van ez is, meg az is, meg mit tudom én, de hát ő ezt nem annak szánta, hanem csak jó a ritmusa, stb. És akkor azt mondták, hogy hát akkor legyen ebből gyerekvers, és akkor így könyvelődött el, de hát nem az. De egyébként hol a határ? Honnantól szól egy dal a gyerekeknek is? Nem tudom, ezt nem lehet megmondani. Kányádi Sándor bácsi is azt mondta, hogy van vers, meg van nem vers. A kettő között ugye, nincs más kategória. Uh-huh.
Nincs határ, természetesen nincs határ, egy jó vers az egy jó vers, és egy rossz vers az egy rossz vers. Én azt kell, persze céloz azért a vers sokszor, mint ahogy az én dalaim is céloznak, de ez nem jelenti azt, hogy egy felnőtt nem élvezheti őket, anélkül, hogy rossz érzése lenne, hogy jaj, hát most nekem tetszik egy gyerekvers, vagy egy gyerekdal. Hát persze, de ez fordítva is igaz, nem? Jó. Ez fordítva is igaz. Sokszor a gyerekek is nagyon szeretik a felnőtteknek szólni. És azt énekelgetni, hogy 32 éves lettem én. Ugye Sándor bácsi, Sándor bácsi az a Kányádi Sándor, Sanyi bácsi az Vörös Sándor. Oké. Okay. Sándor bácsi azt mondta, hogy nyugodtan hallgathatják a gyerekek ezeket, és nem baj, hogyha mire megérte, hogy miről szól, már tudja kívülről. Ez így van. ez így van, mi a fiúkkal szoktunk ezen, mennyire érthető egy-egy szövegünk elsőre, és akkor én mindig azt mondom, hogy szerintem ez egyáltalán nem szempont. Tehát hallgassák addig, amíg megértik, meg hát különben is, amikor azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy csiribiri zapszalma. Persze, hát az csak ide. Jó, hát nyilván vannak olyan sorok, amik, hogyha József Attila azt egy romlott kölkök lehet egy pszichoanalízisben, nem biztos, hogy... Azt lehet, hogy de baja akkor se lesz tőle, szóval, hogyha ezt meg. Ez így van. Na, kő, papír, olló. Igen. Ismered a játékot, nem? Emlékszem még? Elvileg, ugye ez a kő, ez a papír, és ez az olló. Na, de most már úgy játsszák a fiatalok, hogy van még hozzá, hogy tehát kő, papír, olló, ceruza, ragasztó, öngyújtó. És minek az öngyújtó? Hát az például fel tudja gyújtani a papírt. Na jó, de jó. Hát most én sajnos nem én találtam ki. És akkor így? Kő, papír, olló, ceruza, ragasztó, öngyújtó. És mikor kell kitenni? Öngyújtó. Úgy. Aha. Még egyszer nem mutassam? Hát ez a ceruza, ragasztó, öngyújtó. Csak azért, mert mindjárt cseperednek az unokák, haladni kell a korral. Igen. Kő, papír, olló, ceruza, ragasztó, öngyújtó. Hát, nem igaz. Kő, papír, olló, ceruza, ragasztó, öngyújtó. Te vagy az öngyújtó? Nem, én öngyújtó vagyok. És ez mit csinál az ollóval? Na, itt most ki nyert? Hát, szerintem eléggé közömbös, mert az olló nem... Nem tudom elvágni a lángot. Hát a lángot ugye nincs panóca. Hát ez így nem jó. Sokkal jobb volt az eredeti verzió, nem? Túl van bonyolítva ez a dolog. Minden esetben eddig döntetlen. Szerintem na, akkor még egy utolsó. Még egyet? Jó. Kő, papír, olló, ceruza, ragasztó, öngyújtó. Na, te akkor dobjunk egyet. Három. Egy, kettő. Én és csak így. Ja, egy, kettő, három, és így vissza lehet, föl lehet csúszni a gitáron ide, képzeld el. Fú. És akkor nagyon haladunk, én is dobok egyet. Egy, kettő. Majd később játszunk. Ja. Mert csak hogy annyi minden... És most dobjak megint? Nem. Most kérdezni fogok. Ja. Ha te nem szeretnél kérdezni. Megint valami olyan kérdést bedobni, amire nem tudok válaszolni. Szóval... Danival sosem volt nehéz időszakotok? Vagy nem beszekedtetek? Dehogy nem. Ja, még arra sem válaszoltam, hogy a gyerek vonalat, megkérdeztem a gyerek vonalat, majd azt még beleszövöm a dologba. Akkor erre a kettőre együtt úgy tudok válaszolni, hogy voltak olyan dalaink, amiket úgymond gyerekversekre írtunk, és... Néha, de tényleg nagyon néha előfordult, hogy gyerekeknek játszottunk, de ez egyáltalán nem volt jellemző. Aztán egyszer kapott Dani egy levelet Döbrentei Ildikótól, hogy ők elkezdtek egy ilyen alternatív színházi próbálkozást Csepelen, és hogy keresnek zenész partnereket, és elmenne megnézni, amit ő csinál. Dani elment megnézni, hazajött, hogy hú, nagyon jó, nagyon érdekes, és akkor Péterék is eljöttek minket megnézni, éppen az Ifjúsági Parkban játszottunk. Levente Péter, igen, természetesen. Ugye Döbrentei Ildikó az ő felesége, és hát munkatársa, meseíró, és szerkesztő, és dramaturg. És akkor közel kölcsönösen megnéztük egymást, és akkor összeraktunk egy olyan műsort, ahol Péter játszotta, ahogy szokott, mi pedig közben eljátszottuk ezeket a dalokat, amiket lehetett ugye gyerekdalnak is, meg egy-kettőt írtunk.
És akkor beindult, kapott Ildikó egy felkérést arra, hogy a rádióban csináljon valamiféle műsort, ez lett a Kikopog, ami nagyon alap dolog volt az életünkben, és akkor azt együtt kezdtük csinálni, és aztán jött az a pillanat, amikor nem Danival, nem feltétlenül így értem, hogy konfliktusunk támadt, hanem a Kalák akkor már 10 éves volt, játszottunk gyerekeknek, mert Péter ugye beindult, őt Móka Miki volt, sok helyre uh-huh. hívták, és akkor volt egy műsorunk, Móka Láka, ez volt a neve, és akkor ezzel sokat, közben jártunk ugye a felnőtt, beindult a külföldi turnék, még akkor a lemezfelvétel, mert nagyon-nagyon későn, de 76 vagy 77, nem tudom mikor csinálhattunk először lemezt, mert a hanglemezgyár nem preferált minket. És akkor közben az ember még megnősült, és mindenféle dolog történt vele, és hát szeretett volna több időt esetleg, vagy kicsit máshogy, nem művészi koncepcióban, hanem inkább az adminisztratív dolgokban. És akkor ezen sok nézeteltérésünk támadt, ami oda vezetett, hogy hát jobb lenne, hogyha máshogy folytatnánk, és akkor jött Bece Gábor a Kalákába. Én pedig akkor kezdtem, ugye én közben Péterrel még nagyon összebarátkoztam, és akkor megbeszéltük, hogy csinálunk egy kétszemélyes műsort, akkor lett Levente Péter és Grillo Szűmos, amiben ugye Ildikó ott volt a háttérben, és akkor én átvettem a Kikopogot is a Kalákától egy idő után, és akkor elkezdtünk így játszani sok helyen, és akkor tanultam meg, hogy én hogy tudok a gyerekekhez közelíteni, mert a gyerekek sokféleképpen lehet közelíteni, neked is van egy módszered, a másiknak és harmadiknak az egyik rossz, a másik jó, de mindent lehet jól is csinálni, és persze mindent rosszul, tehát mindenkinek meg kell találni a saját hangját, a saját módszerét, hogy ő hogy tud. Én nem vagyok én egy viszonylag befelé forduló és visszahúzódó ember vagyok eredetileg. Ezt is meg kellett tanulni, hogy tudok egy kicsit kifelé fordulni, hogy tudom magam megmutatni, hogy látva lássanak. És akkor Péterrel, ugye Péterre mellett, hát volt alkalmam és lehetőségem kísérletezni, hiszen ő úgyis az eleinte vitte a vállán a dolgot, nagyon elrontani nem tudtam. És ez volt az égből pocsánt mesék? Nem, az már egy sokkal készebb állapot volt, az már 1991-ben, vagy hát amikor ugye Ankis elemér jött a televízióban, nélküle nem lett volna égből pocsánt mesék. Uh-huh. Ott volt gyerekosztály szerkesztőkkel, volt irodalmi osztály szerkesztőkkel, még nem csak úgy, hogy égből pottyan másik, aztán gyerünk, szó sem volt róla. De ő szerencsére ezt felborította, ezt az egészet, és így lehetett aztán égből pottyan másik. És akkor 15 évet együtt játszottunk Péterrel, ami nem kis idő, és addigra már kezdett úgy lenni, hogy engem is kerestek, de hát akkor azokat játszam, amiket közben a Lassan jár a Csigabigától kezdve, tehát egy dalokat, hogy legyen zenés műsor. Szóval akkor úgy elkezdődött ez is, és 96-ban történt, hogy a Kaláka együttesbe visszakerültem, mert ugye közben Danival én sok mindent, mert ugye ez volt a kérdés, hogy Danival lenne. Hát nem tudom, hogy hova vezetett volna, de szerencsére a konfliktus helyzetet időben felszámoltuk, tehát ez akkor aztán a családi kapcsolatunkra egy-két évig lehet, de aztán ezen nagyon gyorsan túltettük magunkat, és remek lemezeket csináltunk kettesben az alatt, az idő alatt, vagy esti csendben lemezünk, akkor volt egy kis zsidó, Jiddis népdalok, Kányádi Sándor fordításában, a 15 Zsoltár, a hegyi beszéd, szóval nagyon-nagyon aktív időszak volt ez is. És akkor Dani mindenképpen azt szerette volna, hogyha én visszamegyek a Kalákába, hát azért mi eléggé egy húron pendültünk. A szó szoros és átvitt értelme. Igen. Igen. És akkor megbeszéltük azt, hogy ezen túl én tagja vagyok az együttesnek, de csak a felnőtt műsorokat
és a lemezfelvételeket, a külföldi utakat csináljuk együtt, és a gyerekműsorokat én egyedül csinálom, mint ahogy ők is nélkülem csinálják a gyerekműsorokat. Aha. Van, hogy egy negyedikkel, van, hogy hárman, uh-huh. és ez azóta hibátlanul működik. Mindenkinek megvan a szabadsága is, mindenkinek megvan a kötelezettsége, és mindenki mindenből annyit csinál, amennyit tud, szeretne, akar és elbír viselni. Úgyhogy ez egy nagyszerű konstrukció, és azóta is. Csak hogy egy húron pendülünk, az én lemezeimen is természetesen mindig Dani klarinétozik, de van azért egy-két helyzet, amikor nyilván másokat hívok, hát zenéltem egy mások mindenkivel, és egyszer egy pazar klarinétossal játszottam együtt, egy olyan dal volt, amiben nagyon kellett tudni klarinétozni, vagy hát igen, ebben a stílusban, és volt egy középrész. És akkor őt lejátszott a csillagot az égről, és mondtam, nem, próbálj. És akkor végén azt mondtam, tudod mit? Játsszál úgy, mint egy favágó. Mint ahogy egy favágó klarinétozik. És ezzel nem tudott mit kezdeni. És az lett a vége, hogy a középrészre behívtam Danit, és mondom, tudod, és azt mondtam neki, hogy játszol, mint egy favágó. Na hát akkor tessék. És tudta. Beült, és rögtön eljátszott azt, ami oda fel, hogy bevágtuk, és akkor így. Szóval ezek ilyen... megmagyarázhatatlan igen. dolgok. Az utolsó játék következik. Tudom, igen. hogy a te életedben a maszkabál az nagyon fontos szerepet játszott. Hogyne. Úgyhogy most játszunk el a gondolattal, hogy egy olyan maszkabálban mehetünk el, ahol egy olyan valakinek a bőrébe bújhatsz egy napra, akit mondjuk nem példaképed, vagy csak érdekel, hogy milyen lehet az élete. Ki lenne az? Zenész lenne minden bizonnyal, de hát nyilván többfélét is tudnék mondani. Mondhatnám azt, hogy kipróbálnám, hogy milyen lehetett Johann Sebastian Bachnak lenni, ugye? És azt is szívesen kipróbálnám, hogy Mick Jaggernek vagy Paul McCartneynak milyen lehetett lenni. Azt megértem, vagy azt is megértem. De nem tudom, és hát persze volna még, de azért, ha nagyon, na jó, legyen Paul McCartney. Oké, okay. Már intézem is. Én meg most azt fogom kipróbálni, hogy egy rövid időre milyen érzés lehet Grillus Vilmossal egy csapatban játszani, úgyhogy beértünk a célba, és már nincs más hátra, mint a Varázs nagymamának eljátszania az egész, mert neki el fogjuk játszani mi, az egész család fánkat. Köszönöm jó. a játékot, meg a beszélgetést is. Nagyon szívesen. Hallgassátok a közös produkciónkat. Egy, két. Barna szemű édesanyám, úgy szólítom anyuka. Anyukám a kocogjában hordott engem valaha. Barna szemű édesapám, úgy szólítom apuka. Apuka visz minden reggel kocsival az oviba. Anyukámnak anyukáját úgy hívom, hogy nagymama. Sütemén süt, gombócot főz, messze száll az illata. Apukámnak apukáját úgy hívom, hogy nagyapa. Nagyapának van egy régi, ez is című vonata. Nagyapának apukáját úgy hívom, hogy dédapa. Dédapa már bottal jár, és kevesebb lett a haja. Dédmamának anyukáját úgy hívják, hogy ükmama. Ükmamának olcsó tyúkja, meg egy büszke kakasa. Dédapának apukáját úgy hívják, hogy ükapa. Volt egy kicsi birkanyája, benne 30 barika. Apuka és nagyapa és dédapa és ükapa, szép apa és ópapa is egymásnak, mind rokona. Mamának anyukáját úgy hívják, hogy szép mama, hajában a gyöngyös párta dere.
derekán a rokolyam. Inkapának apukáját úgy hívják, hogy szép apa. Szélmalomban listetőről szép legény volt valaha. Szép mamának anyukáját úgy hívják, hogy ómama. 13 leányának egyike volt szép mama. Szép apának apukáját úgy hívják, hogy ópapa. Őt látom egy régi képen, nagyon délceg katona. Hogyha nekem gyerekem lesz, akkor leszek anyuka. Anyukából nagymama lesz, nagymamából dédmama. És ha nekem gyermekem lesz, akkor leszek apuka. Apukámból nagyapa lesz, nagyapámból dédapa. Anyuka is, nagymama is, dédmama is, ükmama. Szépmama és ómama is, egymásnak mint rokona. Apuka és nagyapa és dédapa és ükapa. Szépapa és ópapa is, egymásnak mint rokona. Anyuka is, nagymama is, dédmama is, ükmama. Szépmama és ómama is, egymásnak mint rokona. Hello anya! Szia Nagyi! Csókolom Dédi! Nagyon Isten kedves ükmamám! Ó, mama! Milyen rég nem láttam!